Hello, sziasztok! Nemrég fejeztem be egy 72 órásra tervezett böjtöt, amit sajnos 52 óra alatt be kellett fejezzek. Nagyon csúnyán elrontottam, hibákat követtem el, ez fog most következni. Remélem más is tanul belőle, én mindenképp tanultam, úgyhogy nézzük. Szerda este van, 7 óra, megettük a vacsoránkat, kezdjük a nagy böjtöt. Itt a hűtőszekrény. Ó, kinyitom! Hát, ennyi kaja maradt benne, már a héten elkezdtük csökkenteni a kajákat, de mondhatjuk, hogy szinte üres, itt vannak az innivalók, egy árva tojásom van. Hát, megpróbálkozom a 72 órával, Csabi szintén, meglátjuk, mi lesz. Jók legyetek! Eltelt majdnem 24 óra az első böjti napomból, remélem sikerülni fog a 72. Képzeljétek el, persze most még semmi extra nem történik, hiszen egy napot bármikor böjtölök. Ma itt Angliában olyan brutál hideg tört be, hogy mínusz 8 fok volt, mire elértem a munkahelyemre, ahol csak egy héten egyszer szoktam lenni. Ez egy kihalt gyártelep, ahol van egy főnököm, bérel egy irodahelyiséget, ahol nincs fűtés, csak amikor bemész és bekapcsolod az elektromos radiátorokat. Piszkosul hideg volt, szétfagytam, ott voltam 3 órát. Hát majdnem, hogy idelektem az ujjaim, minden sapka, sál, kabát, minden rajtam volt, a kezeim voltak teljesen pirosan lefagyva. Engem a 3 óra alatt olyan farkas érség kerülgetett, ami valószínű, hogy a hideg miatt, nem tudok más elképzelni. Úgyhogy brutális volt, most már jól vagyok, úgyhogy remélem tényleg ennyi volt. De hú, ilyet még nem tapasztaltam. Na, mérem a keton és a vércukorszintemet. Egy egész egy. Nem rossz. Nézzük a vércukrot, ami ilyenkor még teljesen normális szokott lenni, az majd a második nap végén szokott elindulni mély zuhanásba. Mi ez? 4,8? 4,8. Jók vagyunk. Jöhet a következő nap, jelentkezem később. Sziasztok! Szép jó reggelt! 36. órán túl vagyok, most ébredtem egy 10 perce. Kávé, minden nélkül. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, én ezt a, amit nagyon nehezen viselek a böjt alatt, az a nincs íze a szádnak, és ugye nem eszel semmit, és olyan borzalmas, úgyhogy a fogmosás az ilyen 3-4-szer egy nap most. Most gyorsan megmérem a vércukrot meg a ketont, kíváncsi vagyok. Reggel nem szokott ugye keton lenni, de hát most böjt alatt kíváncsi vagyok, hogy dolgozik ki a kis ketonom. Visszaszámlálás van. 0,2. 0,9. Keton van reggel is. Na most a vércukor az jobban izgat. Nem érzem magam rosszul egyáltalán, csak de olyan hú, de hagyd el, jól se, pedig nem kéne rosszul érezzem magam. Három, nyolc. Hát most kicsit előbb kezdett lefele táncolni, mint a szokásos, úgyhogy nem kockáztatok, én már fogok inni egy teát. Még nem tudom mennyi mézzel, majd azt elmondom. Szerintem egy kis kanálnyit kipróbálok. Aztán meglátjuk, mi lesz. Hát kérem, itt van pontosan 5 g méz. Ezt én most belepakolom a kis teámba, meleg teába. Hát kíváncsi vagyok. Na most ugye kora reggel mértem ezt az egész vércukrot, most mondják majd dolgozni, lehet, hogy föltornáztam volna ugye a mozgás által a vércukor szintemet, de én most nem kockáztatok, úgyhogy én ezt most itt meg fogom enni, inni. Utána van egy kis kristályvizem, ilyen előkelően szeretem inni a kristályvizet, amikor nincs más, és van egy kis elektrolit kapszulám, ezt is meg fogom enni, aztán megyek dolgozni. Hát kérem, vércukor szintem, olyan 40 perccel kb. A mézes teám óta kicsit föltornázódott, jól van, ennek örülünk. Nézzük a ketont. Ebből 1,4, jól van, ez rendben van. Szóval nem vagyok valami hű, de hagyd de jól, pedig nem szokott gondot okozni, megnézzük most majd munka után, hogy alakul. Hát nem tudom, kíváncsi leszek. Na kérem, hazaértem a munkából, 2 óra, most vagyok a 43. órában a böjtnek.
Nem voltam ma valami jól, tehát azt gondolom, hogy ezt a böly dolgot is gyakorolni kell. Nagyon rég nem böjtöltem már, biztos vagyok benne, hogy ez is közrejátszik. Ugye a ketogén diéta leviszi a vérnyomást, a nekem eleve alacsony, mindig is az volt. Hát volt, hogy marig tudtam fölállni, mikor legugoltam, úgyhogy most jól vagyok, most teljesen jól vagyok. Éhség nem játszik, mindig inkább ez a semmilyen ízi a számnak, ez szokott zavarni, úgyhogy mindjárt megyek fogat mosni. Csak most mérem a keton szintemet. Kettő, három. Innen 5-3-nak néz ki. Nem rossz, nem rossz. Szóval, és a vércukor, mert az szokott engem aggasztani. Nem érzem, hogy most bármi bajom lenne, vércukor szintileg. Ugye reggel ittam egy teát egy kiskanálnyi mézzel. Na nézzük. Három, kettő! Nem szép, nem szép. Este megyünk pingpongozni, az egy jó kis 2 órás testmozgás lesz, remélem az lendít a dolgon. Ha nem, akkor lehet, hogy este is iszom egy... Rosszul nem érzem magam, tehát este is fogok inni egy ilyen kiskanalas mézes teát, kiderül. Ennyire nem szokott a második nap eltűnni a vércukorszintem, úgyhogy ez van. Na, sziasztok! Fázom. Letelt lassan a második napom is, a 47. órában vagyok, de indulunk pingpongozni. Úgyhogy akkor pont amikor letelik a 48 óra, nem leszek itthon, úgyhogy most gyorsan mérek egy keton szintet, meg egy vércukor szintet. Most teljesen jól érzem magam, tehát az égvilágon semmi bajom, kíváncsi vagyok, mit mutatnak az értékek. Nézzük a keton szintet. Kettő egész öt. Kicsivel ment csak följebb. Jöhet a vércukor, az izgat most jobban. Három, egy. Még jól vagyok, érdekes. Na jó, megyek pingpongozni. Hát szép jó reggelt. 5:30 van, szombat reggel 5:30. 3 óra óta csak hánykolódom. Ugye a böjtöt tegnap befejeztem, mert az 52. órába, miután a pingpong meccs helyett csak ültem 2 órát, és szinte csonttá fagytam, mert én nagyon fázos vagyok, főleg ha böjtön vagyok, akkor mindig fázom. És arra jutottam itt Csabival közösen, hogy ez a ilyen hidegbe, ami most itt van körülöttünk, nem szabad böjtöt tartani, legalábbis én nekem ez nem jó. Ugye nagyon-nagyon megfagytam, szerintem eszméletlen sok energiám elment arra, hogy fázom. Úgyhogy itt föladtam, újabb tapasztalatot szereztem. Tegnap vacsoráztam egy kolbászos tojás rántottát, Csabi csinált nekem. Most még csak reggel egy vércukor szintet mérek. Még ott a maradék, igen, ketten ettük, még nem fogyott el. Keton nem mérek, azt majd délelőtt még mérek. A vérem se folyik. Ele van fagyva az is. Na jó, bökjünk még egyet. Vércukor szintem az étkezésnek köszönhetően visszament 4,7-re. Nem ettem több mézet már, tehát este nem ettem mézet. Ha nem lettem volna rosszul, akkor kipróbáltam volna, hogy még egy kis kanállas mézes teával lefekszem aludni, és megnézem, milyen a reggel. De tegnap este a pingpongnál már tudtam volna hazajönni, még nem voltam olyan rosszul, de akkor kiderült, hogy mégsem tudunk indulni, mert Csabi felszerelt egy kamerát a pingpong meccsen, amit nem tudtunk leszerelni, akkor azt még meg kellett várni, az plusz még egy negyed óra, és akkor már így zuhantam lefele, akkor már így nagyon nem volt jó. Úgyhogy hazajöttem, ettünk, aludtam, de mondom, 3 óra, akkor szemem kipattant, gondolataim elindultak, így zárom ezt a böjtöt. Ez van, legközelebb próbálkozunk. Jók legyetek! Na kérem, a videóból remélem mindenkinek egyértelműen kiderült, hogy mekkora butaságot csináltam ez alatt a böjt alatt. A vicces az, hogy
Alapból az ember tudja, hogy ha nagyon hideg van, akkor minél táplálóbb, zsírosabb ételeket kell legyen, hogy a szervezet energiáját ellássa, föltöltse az energiával a szervezetet, és meg ne fagyjál. Hogy ez miért maradt ki az én gondolataimból? Talán mert ez a bőjt már tervezett volt hetek óta, és mire eljött a napja, hogy na akkor ma bőjtölünk, kezdjük a bőjtöt, akkor olyan hideg zuhant be itt Angliába, mínusz 8, mínusz 10 fok egy héten keresztül, hogy ez így agyoncsapta az egész bőjtömet, de valahogy nem jött ez így nekem az agyamba először, hogy ne, az, hogy ne kezdjem el a bőjtöt, ez úgy kimaradt. Persze nagyon hamar rájöttem, hogy baj van. Tehát, nekem volt már 72 órás bőjtöm az életemben, kétszer sikerült, és az egyikről van videóm, amit végignéztem, hogy vajon mit tettem akkor, amikor sikerült. Hát hamar kiderült, hogy most ugye januárban, ez tavaly májusban vagy áprilisban történt, amikor húsvét volt. Tehát a húsvét előtt tartottunk egy ilyen bőjtöt, ahol is egyértelműen lehet látni, hogy szép napsütés van és meleg van. Ahol videóban is megjegyzem, hogy elmegyek táncolni, és biztos vagyok benne, hogy voltam biciklizni is, vagy kocogni is akkor, mert szoktam kocogni, amikor már jó idő van. A másik az, hogy megjegyzem a videóba, hogy minden héten egyszer bőjtölök. Na most én tavaly egy kicsit ellustultam már, tehát a 2023-as évem egy kicsit lusta volt, ellazáskodtam ezt a ketogén életmódot, és kihagytam ezeket a heti bőjtöket. Úgyhogy most, hogy ezt a bőjtöt így elrontottam, így januárban, már visszaálltam újra a heti egyszeri bőjtre. Úgy gondolom, hogy nekem is ehhez nekem tréning kell. Lehet, hogy valakinek nem kell, az nagyon örvendetes és irigylésre méltó. Nekem sajnos kell ez a heti egyszer bőjt. Úgyhogy nekivágok újra húsvétkor, az 2-3 hónap múlva lesz, ennek a 72 órás bőjtnek. Addigra edzésbe fogom magam tartani bőjtileg. Amit láttátok a videóban, bevetettem ezt a mézes trükköt, ezt egy német bőjtölésre szakosodott klinika ajánlása, a Buckingham, hogy hívják őket? Buckinger Wilhelmi Klinika, meg be fogom tenni a linkjüket. Ők ajánlják, hogyha leesik a vércukrot, akkor egy kis mézes teát igyál nyugodtan, és aztán még, amit ki fogok próbálni, a Facebook csoportban ajánlotta nekem valaki, dr. Mindy Pelcet, ő egy amerikai doktornő, aki szintén bőjtre szakosodott, és kibondottan nőkkel foglalkozik. Ugye a női hormonrendszer az máshogy viselkedik, mint a férfi, és nőknek ad tanácsokat. Na most rá is kerestem a hölgyre, és egyből találtam egy olyan videót, ahol azzal kezdi, hogy mikor hagyd abba a bőjtöt, és én vagyok az első ok, amiért abba kell hagyni, amikor leesik a vércukrod. Aztán mondja még a tanácsot, hogy hogy lehet ezt kibővíteni. Tehát mielőtt bőjtölni szeretnél, töltsd föl magadat, egyél sok egészséges szénhidrátot. Tehát a szénhidrát alapú táplálkozásba menjél vissza, én gondolom egy hétig, vagy nem tudom, hogy elképzelni. Ezt nem mondja sajnos. Utána kapcsolj újra át ketózisba, tehát menjél vissza a zsírégető üzemmódba, egyél rengeteg jó minőségű fehérjét is hozzá. Ezt is meg fogom tenni, és aztán kezdjél el újra bőjtölni, mikor már ketózisban vagy. Tehát ezt ki fogom próbálni most húsvétkor, ezt a mézes trükköt, ezt a előtte való feltöltős trükköt. Természetesen fogok sokat sportolni. Meleg lesz remélhetőleg, tehát én így fogok nekivágni nekem húsvéti bőjtnek. Aztán azon még eszembe, hogy nagyon sokan kérdezik barátok, hogy miért szenvedek én ezzel a bőjtel, miért akarok én mindig bőjtölni. Én szeretném tényleg egyszer megérezni azt a agyi tisztaságot, amik azt mondják, hogy kitárul a világ. Egyszerűen nekem ez sose sikerült még. Amúgy a másik, hogy nagyon sok olyan orvos, akiknek én hiszek, mondják, hogy egy 72 órás bőjt már elég ahhoz, hogy kitisztítsad a szervezetedet. Én ebben hiszek. Ha tudnám tovább vinni, akkor vinném tovább még egy 5 napot. Ha tudnám 7 napot, az a maga volna a kánoám. De egy 72 órát én stabilan el szeretnék érni. Úgyhogy én ezen fogok most dolgozni húsvétig. Remélem sikerülni fog. Úgyhogy most zárom soraimat. Kitartás, Viki! Kitartás nektek is! Jelentkezem nem sokára. Valami kajával. Jók legyetek!